5 év szuperligás szereplést követően jelenleg az NB1-re készül a nyíregyházi Teke csapat. A játékos keretben voltak változások, Szegő Levente távozott az egyesülettől, érkezett viszont Fehér Béla, aki a Szeged játékosaként bajnokok ligáját is nyert a Tiszapartiakkal. Az NTK 2-4 fős csapattal képviseltette magát Egerben az Agria kupán, ahonnan teljes sikerrel tért haza a nyíregyházi különítmény. Az egyéni viadalon a Fehér Béla 597 fával megnyerte a versenyt, még párosban Magyarosi Péter 581 fával kiegészülve a páros versenyt is megnyerték, és hozzáteszem, hogy ha már Lud legyen kövér, ha a csapatversenyt is sikerült a Ráski Jánossal, illetve jó magammal kiegészülve megnyernünk, ami azt lehet mondani, hogy mindenképpen egy kimagasztó nyíregyházi sikert hozott. Hozzáteszem, nagyon régóta nem vettünk részt az Agria kupán. Szombaton Nagysárosan rendezik meg a Sáris kupát, amelyen rendszeres vendég az NTK. Ezúttal 12 nyíregyházi tekéző utazik el Szlovákiába. Abszolút mamut létszáma a teljes csapattal, kivéve a Hakker Dezső, aki családi elfoglaltságok miatt nem vesz részt, azonban azoknak a játékosoknak, akik éppen hogy bekerülő vagy a cserepadon helyet foglaló játékosokról beszélünk, mindenképpen egy nagyon jó felmérője lesz, élesben lehet majd egy nagyon jó pályán gurítani, és most először sikerült azt is elérni, hogy 2-6 fős csapattal tudjunk a Sáris kupán részt venni, úgyhogy tényleg nem mondhatjuk azt, hogy nem adunk lehetőséget a játékosoknak. Bízom benne, hogy szép sikereket fogunk elérni. Nem elsősorban a hazaiakat szeretnénk megszorítani, mert azért a Dezső mindenképpen hiányozna a legjobb összetételű gárdából, de bízom benne, hogy akár egyéniben, akár részsikerekben, részegyéni sikerekben mindenképpen gazdagodunk majd. Az NB1-ben a hétvégén rajtol a bajnokság. A nyíregyháziak szegvári vendégjátéka a nagysárosi túra miatt későbbi időpontra került. Az NTK is szeptember 8-án hazai pályán a Gyula ellen kezdi majd a szezont.